restmacska. Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag lányt, ráadásul még azt is megfogadta, hogy sohasem veri meg. A menyecske sohasem dolgozott, hanem csak járt házról házra pletykálkodni, és egyéb hitfány dolgot művelni. Nem verte meg az ura egyszer sem. Hanem egyszer egy reggel, mikor dologra ment, így szólott a macskához. Azt parancsolom neked, te macska, hogy amíg én oda leszek, te mindent dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, és még egy orsó fonalat is vonj, mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegeted. A macska tűzhelyen szunyókált, jámburan végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magában, hogy ez az én emberem megbolondult, és azt mondja. Kell, mert uram, miért parancsol olyanokat annak a macskának, hiszen nem tud az ilyen parancsnak megfelelni. Tud, nem tud, nekem mindegy feleség, azt mondja az ember. Nekem nincs más, akinek parancsoljak. De ha ő mindazt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért elkerülte volna. Abban ment a dolgára. Az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert megver az uram. De a macska nem dolgozott. Élment az asszony több házhoz, és mikor hazament, a macska akkor is zunyókált, és a tűz is kialudt. Ismét mondta, szítsd fel a tüzet, dolgozz, macska, mert ma megverődöl. De macska nem dolgozott. Hazajön a gazda, széjjel néz, és hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felköti a felesége hátára, és addig veri, míg a felesége imádkozni nem kezd. Ne üsse többé azt a macskát, nem hibás az, nem ért az azokhoz a dolgokhoz. Fogadod hát, hogy helyettem mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit kellett neki parancsolt, csak ne üsse többet szegény, feleli az asszony. A menyecske hazafutott az anyjához, elpanaszolta a dolgot, és azt mondta, megfogadtam, hogy a macska helyett mindent eligazítok, csak ne verj a hátam olyan kegyetlenül. Hozzászólott az apja is. Ha megfogadtad, tedd is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik. És ebben hazaküldte az urához. Másnap reggel is megparancsolta a gazda macskának, mit tegyen. De a macska most sem tett semmit. A gazda hát ismét jól megvette a felesége hátán. Az ifjasszony akkor is hazafutott panaszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a föld. A harmadik reggel is elmondta a gazda macskának a harmadik parancsolatot. A macska már végig hallgatni sem tudta, úgy meg volt ijedve, de hát most sem dolgozott semmit. Hanem most mindent eligazított helyette az asszony. Most nem felejtette el, hogy nem fogadott tüzet tett, vizet hozott, ételt készített, sepregetett, elvégzett mindent, amit kellett. Úgy megesett a lelke azon a szegény macskán, azon, hogy amikor az ura azt veri, kínjába a macska az ő hátába aggatja a körmét. Meg azon, hogy a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát minden jó volt. Mondogatja is az ember, ne félj macska, most nem bántalak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót megcsinálta, az ura elé tette. Jól laktak, jó kedvel. Aztán minden nap úgy volt, a macska többször nem verődött meg, és a menyecskéből olyan gazdasszony lett, hogy ugyan, hely, de...